Még mindig az ütemterveknek megfelelően halad a zöldváros projekt, már több mint 10 000 négyzetméter térkő került a helyére, emellett a szakemberek belekezdtek a tereprendezési munkálatokba is, mondja Hámori Szabolcs, a kivitelezést végző cég vezetője. Nagyon sok térkőfelületet már behomokoltunk, bevibráltunk, mellette elrendeztük a terepet, úgymond maga a burkolási munkákat, már egyes munkarészeken készre is tudjuk jelenteni. Ezeket folyamatosan itt a sétányon nyomon követhetik, a lisztéren is igen nagy darabokat ideiglenesen vissza tudtunk adni a forgalom számára. A jövő héten a bíróság körül is megkezdik a munkálatokat, ez azonban a parkolást nem fogja érinteni, mondja a kivitelező, illetve a szakemberek igyekeznek minél előbb visszahelyezni a központban található buszmegállót is a helyére. Azt gondolom, hogy jól döntöttünk a kivitelező kiválasztásnál, és szerintem nagyon haladunk, tehát a 4 hónapon belül meg lesz minden. Most már látjuk azért a térkőnek a nagyja, az lent van. A bevágások, szabások, ami a szélére kell, illesztések vannak vissza az önébe. A Bosziszi, vagy a Kölcsei lakótelepen ott a játékoknak kihelyezése az még folyamatban van, de az is nagyon jól halad, úgyhogy véleményem szerint jól döntöttünk, és jó lesz ez a projekt. A fejlesztés egyébként a Szüreti Fesztivál első 2 napján sem fog megállni. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy több biztonsági szempontot is figyelembe vettek, és végül úgy döntöttek, hogy a rendezvény idején is lezárva maradnak az egyes építés alatt álló területek. A Prométheus Parkban a szökőkútnak a gépészeti munkálatai zajlanak, és természetesen a járdáknak a kialakítása. Ez is ütemesen halad. A Babics művelődési ház előtti rész az helyjel közzel készen van. Apró kiegészíteni valók vannak. A Luther téren is a fő vonalak már kijelölésre kerültek. Elkezdődött a térkövezés, hát ott még van tennivaló bőven. És a 160-as mögötti Vosinszki és Kölcsei lakótelep is sorra kerül most már, és ott is megindulnak a tevőleges munkák. A tervek szerint november közepére kell elkészülnie a zöldváros projektnek, azonban ha továbbra is ilyen ütemben halad a kivitelezés, már előbb is birtokba vehetik a lakosok a megújult központot.